A Magyar Szocialista Párt választási győzelmét szerette volna elősegíteni Partik Tamás egykori Energol vezér, ezért jobboldali politikusokról szóló terhelő információkat ígért a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori vezetőjének, Laborc Sándornak, akivel 2008 nyarán többször is személyesen egyeztetett. Partik Tamás arról is beszélt Laborc Sándornak, hogy személyesen adott pénzt MSZP-s politikusoknak. Mindez olyan hangfelvételek alapján készült jegyzőkönyvekből derült ki, amelyek titkos minősítését Pintér Sándor belügyminiszter kezdeményezésére feloldotta az Alkotmányvédelmi Hivatal, és amelyekből több hírportál is közölt részleteket. Gászécsi András egykori titokminiszter, aki a felvételek nyilvánossátételének lehetőségét vizsgáló szakértői bizottságot vezette, megerősítette. Egyértelműen arról volt szó, hogy Partik Tamás az MSZP-t segítse politikai ellenfelével szemben. Vendégünk Kocsis Máté, fideszes országgyűlési képviselő, Nemzetbiztonsági Bizottság tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azért van néhány nagyon érdekes szál ebben a történetben, amit józan paraszti észre nehezen lát át az ember. Tehát, hogyha itt titkos konspirációról volt szó, akkor miért nyilvános helyen találkoztak, egy étteremben ez a leíratból kiderül, és miért készített a saját beszélgetéséről felvételt a titkos szolgálat? Ezek jó kérdések. Az első kérdésére még kevésbé tudom a választ. Mert ugye itt a pincéről is szó van, tehát nyilvánvalóan ez egy étteremben zajlott. Sőt, az akció fedő neve az étterem neve volt. Kettő is, Vadrózsa meg Menza, most nem reklámot csináltunk az éttermeknek, remélem. Igen. Tulajdonképpen itt szerintem az ügy lényege nem is az, hogy hol találkoztak, egyébként a titkosszolgálati munkának megvannak a maga szabályai. Én nem is erre fejezném a hangsúlyt, hogy ez földrajzilag hol történt ez a találkozó, hanem ennek a tartalmára, hogy ott mi hangzott el. És szerintem az alapvető kérdéseket inkább a bizottság is úgy ítélte meg, hogy abban a témakörben érdemes vizsgálni, hogy egyáltalán szokványos-e az, hogy egy magasrangú titkosszolgálati vezető egy feketeöves bűnözővel személyesen találkozik, akiről egyébként köztudott. Tehát még egy átlag ember is tudhatja, hogy kicsoda, mi fánterem Partik Tamás, ezt akkor is lehetett tudni, nem hogy a titkosszolgálat vezetője, arról nem is beszélve, hogy ahogy a bejátszásban is, vagy a felvezetésben elhangzott, ennek a tartalma, ennek a beszélgetésnek minden, csak nem a titkosszolgálati munka szellemével összeegyeztethető, hiszen nyíltan politikai lejáratásra készültek jobboldali politikusok. Igen, szerintem ezt a kettőt válaszoljuk szét. Tehát önmagában az elképzelhető-e, hogy egy titkosszolgálati vezető információszerzés céljából találkozik egy köztudottan bűnöző életmódot folytató egyénnel? Ilyen azért lehetséges. Önmagában elképzelhető, igen. Csak a gyakorlat nem igazolja. Tehát önmagában a találkozó az nem bűncselekmény. Miért ne találkozhatna? Csak azért ennek nem ez a rendje. Ettől függetlenül a kérdésére válasz, igen, találkozhat vele, csak nem fordult elő más esetekben. Nyilvánvalóan nagyon fontos az, ami ezen a beszélgetésen elhangzott, és arról, hogy mi hangzott el erről ezen a beszélgetésen, arról egy jegyzőkönyvből van tudomásunk. Mi az, ami azt igazolja, hogy ebben a leírt anyagban az szerepel, ami a hangfelvételen is elhangzott? Ezt honnan tudhatjuk biztosan? Tudhatjuk-e? Hát, nézze, azért ez nem játék. Tehát ez nem úgy van, hogy van egy hangfelvétel, és akkor a leíratta teljesen más tartalmaz. Egyébként a hangfelvételt is megismerhette a Nemzetbiztonsági Bizottság. Tehát afelől ne legyen senkinek kétsége, hogy ami a hangfelvételen van, az a leíratban olvasó. A hangfelvételt nem ismerheti meg a közvélemény? Ezt az Alkotmányvédelmi Hivataltól kellene megkérdeni, szerintem megismerheti, hiszen a leíratát megismerheti. És ugyanaz a kettő. Tehát szerintem ez egy technikai kérdés, szerintem abszolút. Igen, csak ilyenkor már ma a nap során délelőttől egészen mostanáig elhangzanak különböző oldalról különböző nyilatkozatok, amelyek egyrészt nyilván erősítik ennek a dokumentumnak a hitelességét, másik oldalról meg gyengíteni igyekeznek a hitelességet. Szilvás így, hogy azt mondja, hogy ez az egész manipuláció, amíg a hangfelvételt nem ismerjük, addig fogalmunk sincs, hogy valóban az hangzik el rajta, mint amit olvasunk. Szilvási György ebben az időszakban ráadásul a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter. Igen, volt, ő volt a miniszter. Így van, és ő irányította a baloldali kormányok idején a titkosszolgálatokat. Tulajdonképpen tudhatná, hogy a kettőnek a tartalma pontosan ugyanaz. De még egyszer mondom, nyilván a baloldali pártoknak elemi érdekük, hogy ennek a hitelességét kétségbe vonják, ezzel együtt nem lennék a helyükben, hiszen
nekik is nehéz azért ezt magyarázni, mert a titkosszolgálati munkával, egyébként a politikai irányításával a titkosszolgálatoknak, amit Szilvási úr végzett, azzal sem összeegyeztethető. Tehát ők szeretnék azt a vitát generálni, hogy vajon ez hiteles-e? Igen, ez hiteles. Igen, de hát azért másik oldalról Mesterházi Attila nem éppen úgy tűnik, mint aki nagyon védeni akarná a Mundér becsületét. Ő azt nyilatkozta rögtön, megdöbbentő és elfogadhatatlan, hogy ilyesmi történt. Hát ezek mind szép és helyén való, jóra való mondatok lehetnének abban az esetben, hogyha ez nem az ő politikai kurzusuk, nehogy Isten, az ő frakcióvezetősége alatt történt volna. Nyilván Mesterházi Attilának is szintén elem érdekel, hogy minél távolabb helyezkedjen ettől az ügytől, de ez a korábbi szocialista, különösképpen a Gyurcsány és a Bajnai kormányok idejére eső ügy volt, amelynek a feltárását az akkori kormányok, az akkori baloldali kormányok nem kezdeményezték, de Mesterházi Attila sem. Egyébként halkan jegyzem meg, ha aktualitást keresünk a Mesterházi nyilatkozatnak, hogy a Magyar Szocialista Párt mostani képviselői a Nemzetbiztonsági Bizottságban az igen szavazatukkal nem támogatták a nyilvánosságra hozatalt. Ha annyira a nyilvánosság pártján lennének, vagy lettek volna, egyrészt kezdeményezik, de én magam kezdeményeztem tavaly ősszel ennek az ügynek a vizsgálatát, másrészt igennel szavaztak volna a nyilvánosságra hozatalról. A hitelességet érinti az a kérdés is, hogy ugye sok mindenről szó esik ebben a beszélgetésben, például szó esik arról, hogy jobboldali politikusokra, netán fideszes politikusokra terhelő információkat kért kvázi Labort Sándor Portik Tamástól, akár annak az árán is, hogy jobboldali politikusokat ő belerángasson bizonyos helyzetekbe. Ugyanakkor semmi ilyesmi nem történt. Vagy történt bármi, ami alátámasztja ezt a beszélgetést? Azt nem tudjuk, hogy az előkészületek erre megtörténtek-e. Tehát én azért fogalmaztam úgy, hogy ez a Portik Laborc ügy és ennek a politikai vonatkozásai ezek a mai napon nem lezárultak, hanem elkezdődtek. Tehát rengeteg nyitott kérdés van még ebben az ügyben. Én javasolni is fogom a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, hogy egyrészt az Energol RT-nek és a titkosszolgálatoknak a kapcsolatát és a szervezett alvilágnak a kapcsolatát vizsgáljuk meg. Másrészt ezeket a kérdéseket, hogy egyébként ennek a két találkozónak volt-e 2008 nyara után folytatása, hiszen erre utal az egyik jegyzőkönyv egyik részlete, hogy majd akkor megszervezik a kapcsolattartás rendjét. No, ezt megszervezték-e, és volt-e későbbi találkozó, és voltak-e az előbb említett lejáratásokra előkészületek, tettek-e lépéseket ez irányban. Ez még előttünk áll, tehát még egyszer mondom, van még itt számtalan kérdés. Ez is közéjük tartozik. A Párbeszéd Magyarországért képviselői azt mondják, hogy legyen rendkívüli parlamenti ülés ebben az ügyben. Ezt támogatják? Én, hogy mondjam, tehát egy pillanatra a Párbeszéd Magyarországért mozgalom és a Bajnai Szövetségre azért hadd reagáljak. Tehát délután is hangsúlyoztam már, hogy Bajnai Gordon miniszterelnök volt, amikor Labolcs Sándor vezette még a titkos szolgálatokat. Nem tudom, hogy milyen formában kapott ő erről tájékoztatást, de ilyen kiemelt ügyekben nem tartom kizártnak, hogy tájékoztatták, mint miniszterelnököt. Most ők is azt játsszák, mint a baloldal többi mozgalma meg pártja, próbálnak távol helyezkedni ettől, de hát ők voltak kormányon. Hát ezt nem lehet ezt az ügyet egy kommunikációs trükkel rendezni, hogy akkor mi kezdeményezünk egy parlament. Természetesen én egyébként híve vagyok az eleje óta a nyilvánosságnak, hova tovább. Én magam is sürgettem, hogy ez kerüljön nyilvánosságra. Tavaly ősz óta. Most az az igazság, hogy kicsit álságosnak érzem, hogy még nyílt parlamenti vitanapot, mert nem tudom, mi mindent kezdeményeznek. De használ az ügynek, vagy az ügy megoldásának, felgöngyölítésének egy parlamenti vitanap, vagy nem? Szerintem ez a fő kérdés, és nem feltétlenül az, hogy ki kezdeményezi ezt a vitanapot. Én szerintem az ügynek elsősorban azt használna, hogyha a többi dokumentum is mielőbb hozzáférhetővé válna. Egyébként még egyszer ezt viszont önök tudják megtenni. Hát nem is mi, hanem a kormány, illetve az eleje, az Alkotmányvédelmi Hivatal, tehát a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek. Az ügynek az használna, hogyha ennek az ügynek valamennyi vonatkozó iratanyaga és dokumentációja megismerhetővé válna, és annak fényében egy parlamenti vitanap akár elmehet, de én attól tartok, hogy a baloldali pártok, különösen akiknek vaj van a fülük mögött, ugye a Gyurcsány-Bajnai kormányok tagjai különösen ebben a vonalba tartoznak, ők nyilván ezt egy kommunikációs áttematizálásra használnák fel, hogy ilyen rondán fogalmazzak. Nem érdekük, hogy ennek az ügynek valamennyi szála nyilvánosságra kerüljön, és egyértelművé váljon mindenkinek a fejében, hogy a titkosszolgálatokat baloldali kormányok alatt jobboldali politikusok lejáratására is felhasználhatták.
Ez egy nehéz mondat. Vagy legalábbis beszélgetés zajlott arról, hogy fel akarják használni. Nem is akárkivel zajlott ez a beszélgetés, az igen, a szomorú a történet. Ugyanakkor viszont akkor megint csak visszatérünk arra a pontra, hogy körkörösen beszélgetünk, hogy nem tudunk arról, legalábbis a nyilvánosság nem tud arról, hogy bármi cselekmény, ilyen lejárató tett elindult volna. A mai napig a nyilvánosság erről a dokumentumról sem tudott. Éppen ezért van még számos feladat előttünk. Én ebben igyekszem majd határozott lépéseket kezdeményezni. De még egyszer mondom, önmagában az, hogy egy titkosszolgálati vezető ilyen tartalmú beszélgetéseket folytatott le, az mindenféle törvény szellemével összeegyeztethetetlen. Innentől kezdve mind-mind részletkérdés, hogy egyébként megvalósult-e, lett-e belőle valami, majd meglátjuk, hogy lett-e belőle valami, az még előttünk van, de még egyszer mondom, részletkérdés nem. Tehát ilyen tartalommal egy rendvédelmi szerv vezetője, egy titkosszolgálati vezető nem beszélgethet. Értem, hogy a fő csapás az, hogy mi hangzott el ezen a beszélgetésen, ugyanakkor a Kalambó című sorozatnak nagy rajongója vagyok, és mindig azt tanulom, hogy a részletkérdéseken múlik a dolog. Tehát önnek van-e verziója arra, hogy miért a titkosszolgálat rögzítette ezt, miért nyilvános helyen találkoztak, és hogy akkor a következményekkel mit tesz most a parlamenti többség, avagy mit tesz az igazságszolgáltatás? Az igazságszolgáltatás, hogy mit tesz, jelen pillanatban mi vizsgáljuk azt, egy ehhez értő szakértői csoport, hogy ezen a beszélgetésen megvalósult-e bármilyen bűncselekmény, vagy előkészülete, vagy bármi, és a szükséges feljelentést fogunk tenni. Az, hogy miért nyilvános helyen találkoztak, ezt szerintem azoktól kell megkérdezni, akik találkoztak egymással, tehát akik ott ültek. Még ezt mondom, különböző technikák vannak erre. Az, hogy miért rögzítették, annak a dokumentációja pedig még nem nyilvános, erről ekképpen nem beszélhetek egy műsorban. Hát lesz folytatás az egészen biztos, képviselő úr. Köszönöm, hogy a vendégünk. Köszönöm, hogy meghívta.